Éve, Április Lajos bűvkörében élek. Ez a, hogy például az ember ne félj, nő már a nap, a jégfogú szél nem harap. A koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár, a bú sem él mindig, ne hidd. Ragad meg és a hóra vidd, a hóval eltűnik hamar, elmos egy langyos vihar. Szerintem ez gyönyörű. Így kéne élni. Ha nem a misszerrel állok a színpadon és nem zenélek, akkor én egy kis tanyaszerűségen élek, egy falun kívül, egy erdő közelében, egy kis tó közelében, egy tündérkert szélén. És az erdőt járom, és zenéket gyűjtök. Jó van, na! Gyere, gyere. Ha jól emlékszem, én gyerekkorom óta zenével foglalkozom. Édesapámnak van egy kis magnókazettája, amiben a Sia Jenőtől a kicsi vagyok, én még se félek, én ezeket énekeltem föl, tök jó, ilyen, hát világéletemben zenéltem. Mindig, valami közön volt a zenéhez. Ez múltkor mondtam egy koncerten, ez olyan számomra egy zenélés, egyik koncert a másikig, hogy van a két koncert között, van egy tök mindegy, akár egy nap, vagy két nap, vagy öt nap, én közben befele lélegzem. És amikor elmegyek koncert, akkor kilélegzem. És akkor azt, ami velem történt az alatt a két-három hét alatt, vagy egy nap alatt, vagy csak fél nap alatt, akkor én azt tudom még továbbadni. Ezért szeretem azt, hogyha egy-két koncerten belül, két koncert között van egy-két nap, akkor az ember ki tud jönni az erdőbe, vagy le tud menni a Dunapartra, vagy tök mindegy hova. Minden egyes pillanata, minden egyes perce a napnak nagyon fontos találkozása lehet. Bárkivel, akár saját magaddal, vagy a feleségeddel, a gyerekeiddel, másik emberrel, vagy csak a természettel. De úgy kéne megpróbálni csinálni, hogy minden egyes pillanatra úgy odafigyelni, és azt minden egyes pillanat egy nagy csodának megélni, és akkor sokkal jobb. Én szerintem, de lehet, hogy nem így van.